Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, a második kérdés, hogyan érzi magát, a harmadik kérdés pedig úgy hangzik, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés. De megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, az itt látható. A kelyhek jelentik az érzelmeket, de ebben az esetben negatív érzelmekről van szó. Fájdalmakról, félelmekről, bizonytalanságokról. Hiszen itt a képen látható, itt az előtérben a könnyek mezeje. És itt a nap meg a hold irányítja őt, megvan nála a bizalom, elfordul a fájdalmas emlékek elől, és van egy új irány, tehát tervez változásokat. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt látható, hogy sok a munkája, az is lehet, hogy belefekteti most az erejét a munkába, és nem az érzelmekre akar odafigyelni, eltereli kicsit a figyelmét. Sok a dolga, sokat munkálkodik, de szorgalmas. Látható a képen, hogy mennyire szorgalmas. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy ő most magán dolgozik, hogy legyen egy új irány, egy új elképzelés, másképp lássa a dolgokat. Mit fog tenni irányodba? Itt látható a mágikus, ez a varázsló, ez lehet külső segítség is, lesz egy szerencsés fordulat. Ez a varázsló jelenti a varázslatos kisugárzásodat, és a vonzalmat kettőtök között. Mi fűz össze benneteket? Az elefánt, az tulajdonképpen a szerencse szimbóluma, a lepke pedig utal a lelki dolgokra, az ősi kultúrában a lepke vagy a pillangó szimbolizálta a mi lelkünket. Tehát itt megvan a könnyűség, akkor is, ha az elefánt olyan nehezen mozog, megy előre, de szerencsét hoz, hiszen ezt szimbolizálja. Amit a kártya még jelent, hogy őrizd meg a hitedet, higgy abban, hogy itt lesz egy szerencsés fordulat, ez a varázsló tulajdonképpen erre utal, lesz a könnyűség, megvan köztetek a lelki kapcsolat, bízz ebben a szerelemben. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rá!